Sziasztok! Sziasztok! Ja. Megelek! Káposztalevelek képezte káposzta letépet leveleim belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára szép sorjában visszatapasztjuk a letépet tapasztó-táposztó káposztaleveleket a tapasztalt rendben, akkor helyesen-fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Mindégyettem! Jaj! Kedves mester! Remélem nem sértem a kérdésemmel. Az asztalos mesterséghez is ért kegyelmed. Én mindenhez értek, ezt jegyezd meg. Kiváló mestere vagyok székeknek, szekrényeknek, meg egyebeknek. Nekem székek kellenének. Írd fel a címedet, felkeresnek. Akolközhét. Akolközhét. Félek, nem találom meg, úgyhogy veled megyek. Ez nem is reméltem! Erre tessék! Végessétek ezt szépen meg, mester bácsinak azt a szép dalt! Tudjátok, amit az is
iskolában tanultatok? Na de olyan ügyesen fájott! Hoppiuliska, hoppáriska, hely gyere Béla, megy pár táncba, hely gyere Béla, megy pár táncba. Fogd a fontot, hogy ne lógjon, sej, hogy a hajtűt ki ne fújjon, sej, hogy a hajtűt ki ne fújjon. Látja, milyen ügyesek, illedelmesek, de úgy esznek, mint a malacok. Mert olyan alacsonyak a székek, hogy az asztalig nem érnek fel. Ide két magasabb szék, míg nőnek a kicsikék. Mert így a szörmécskéjük csupa ételpecsét. Ne neheszteljenek meg, de kegyedék esztelenek. Alacsonyabb asztal, nem pedig magasabb székek kellenek. Ez nem okos. Ezt én mondom, az apakos, mert hogyha alacsonyabb lesz az asztal, akkor meg mi nem férünk oda a mi oldalunkon, az anyjukon nem szeretem, ha mindenféle tudalékos kosok belebeszélnek. Meg nem azért vagyok világhírű asztalos mester, hogy ilyen kis dolgot ne oldjak meg. Na, üljetek asztalhoz szépen, én meg addig rendet teremtek meg. Ne becsíteljétek magatokat le! Itt a finom főz elé, egyetek csak majd elé. Ebédeljetek csak, gyerekek? Én meg addig fűrészem! Na, Bori, hadd halljam, hogy kell szét enni. Nem, disznó az alkon, csak a malac malszatol. Én meg elek, fűrészelek, levágom a felesleget. Ottan fejed, itt meg lejed, párod kell, csak fűrészeljek. Nyekereg a fűrész, nyekereg meg a fűrész, és a remegő kéz. Meg. Nyekereg a fűrész, nyekereg meg a fűrész, és a remegő kéz. Gyere! Inkább hallgass meg egy papagáj verset! Egy
papagájverse? Igen. Na halljuk, Gyurika. Romhányi József. Igen. Papagájvers. Igen. Írta Romhányi József verse. Egy ritka bátor papagáj kitört a rácsos kalitkából. Kint magához intett néhány cinkét, pintyet, hogy mint szabad szellem, szónoklatot tartson a rabtartók ellen. És mert gyakornok lett régen a beszédben, el is kezdte szépen. Nagy igazságot rikkantva szét. Mit mondott? Gyurika szép! Jaj, Gyurika, ezen nem nevetek! Inkább erezzel a reklámszöveg! Jaj, jó mondom. Na. Gyertek, gyertek, hogyha mertek, egy... Nem egy ap, nem a egy, nem ele, hanem. Gyertek, gyertek, hogyha mertek bennem, remek mester lett. Tényleg? Elfelejtettem. No. Gyertek, gyertek, hogyha mertek, eledelte, messze. Nem eledeltek messze. Nem. Gyuri, figyelj rá. Gyertek, gyertek, hogyha... Gyerek, segítsünk már. Gyertek, gyertek, hogyha mertek, bennem remek mester lett. No! Én tudom! Na! Gyertek, gyertek, hogyha mertek, benne remek mestert leltek! Hú, nagyon büdös van! Hú, de büdös van! Woo-hoo!
ez itt otthaj! Na fogjétek el szépen, mert mester bácsinak azt a szép dótát, amit tanultatok az iskolában! Na de az ól, az ól! Erre a dóra ismerhettük meg rokonokba, 20 évvel ezelőtt! Is csak sürögjetek, korogjatok, de vele ne beszéljetek, mert ti együgyűek, ehhez nem értetek. Látom csak egy a fontos mester! Úgy építse meg a falat, hogy alá ne mossa az ásvű. Aggódnotok felesleges. Rengeteg eszemmel kieszeltem, hogy családi fészketek a fa tetejére építem meg. A fára? De hát mi csacák vagyunk, nem szárdasok? Ja, vagy úgy? Aj! Hát akkor majd... akkor majd lent építem meg, hogy ne kelljen feleslegesen repkedni. Lássálom, ez már akkor beszélj! Látszik, hogy érti a dolgát. Na, serkenjetek fel, ne lepzeljetek! Először elkészítem a tetőzetet, mert az eső bármikor megeredhet. És azt mi tartsa, ha nem állnak először a falok? Ha úgyhogy mi tartsa? Mi tartsa? Ha úgyhogy mi tartsa? Mi tartsa? Ha majd ti tartsák? Én meg addig aláfalazom. Én még nem hallottam. Hát azért, mert ez egy új módszer. Új? Nem új, hanem új. Új? Gyerekek, mondjátok már meg nekünk, milyen módszer ez? Új! De nem új! Új módszer, melyet rólam megmesternek neveztek el. Na gyertek, szegecseljetek! Károly! Ha ebből fol lesz, akkor belőlem dalos madár. Kár! Igen? Hát akkor jól figyelj, madár! Elgörbülhet. A görbe viszont kiegyenesedhet. Látod, apuka, mi az egyszerű csúcsa eszünk ilyesmire nem is gondoltunk volna. Na, most már legalább láthatjátok, hogy hogyan épít egy pallérozott pallér. Na, emeljétek magasabbra, én meg addig alárakom a falat. Na, először is megkenem egy kis madderrel. Hát, hogy jobban tapadjon! Mihez tapadjon a földhöz? Nem, a tetőhöz tapadjon, mert... Hát, mert majd először fent kezdem meg, hogy ne kelljen feleslegesen tartani. Jó. Na, még egy kis malter, így, és most figyelj! 3, 2, 1 Hoppá! A papagáj csípje meg, ez nem tapad meg. Mégiscsak jobb lesz, hogyha...
lent kezdem meg. De nehéz mestérgerűdának lenni! Új, mama, koci, nem mehetnénk mégis inkább iskolába! Szaporában, mesterem, mert már fogyatozik a csülkünk! Egy kabály! Thank you.
Jurika! Jurika, te esztelen szócső! Van már kuncsa? Senki! Ajajaj! Nincs kuncsot! Á, nem baj, nem kesergek! Inkább olvasom az apró híreket! Nemek! Na! Csak, mester! Házassághirdetés van! Házassághirdetés? Van, figyelj! Feleséget keres komoly szándékú moly. Szekrény van. Nagyon jó, tovább! Fába szorult féreg társaság hiányában ezúton keres férjet, harkályok kíméljenek. Tár! Tovább! Férjhez menne kimondottan csapnivaló szúnyog, csípőben telt, volt, gyászolják lármáit. Mondd csak, álláshirdetés van? Van, figyelj! Iszap pakolást vállalok, Balaton alga. Ezt nem értem. De mondd csak, lakás? Van! Vakolatban falbérleti lakrést keres, kisigényű nyű. Jármű! Kullancs terep járót venne, bőrülésbe is belemenne. Mondd csak, kultúra? Kultúra? Van! Iskolába járna hátrányos helyzetű fejtetű. Angolórákat ad Rockfordban végzett sajtkukac, jelentkezhet egyén vagy kupac. És még figyelj, tánccsoportnak is alkalmas százlábú, írtó siker ellenére fellép. Hallottátok, hogy a két hű vadász megint a mi káposztás kertünk körül ólálkodik? Szörnyű! Nem elég, hogy a répaföldünkön csapdákat állítottak! Az a nyúlnyúzó karfiócsűz pedig vizslákon lesánk a karfiós kertünkbe! Most mondd meg őszintén! Csoda, hogy ilyen körülmények között a nyúl! Általában gyávának bizonyul! Hely, ami úgy tudnék futni, mint két éves koromban, nem félnék én semmitől! Megjegyeket egy-két ropogós fejjel káposztát, ha valaki meg tudna szabadítani a folytonos rettegéstől! Én szabadítalak meg! Ne! Ne féljetek, kapfűfülesek, ne féljetek, csak én vagyok az! A ti kedves, szerint megmesteret! Biztos, hogy nem a vadász van? Ne! Megegy egy kecskéset, akkor elviszünk. Mekkorát? Ekkorát? Meg... Valóban, ez megmester személyesen. Na gyertek! Aki nagy érdemet szerzett, megmesteretek segít nektek. Kiváló csősz ellenvédő és vadászmentesítő szerrel szerellek fel benne. Igazán ez komoly! Ma is, nem mondod a nevű is, hogyan? Ez meglepetés. De ti is meg... Mikor kereshetünk fel a műhelyedbe? Ebédre gyertek. De kedves vagy, még ebédre is meghívsz bennünket? Meg! Ha hoztok magatokkal elegendő eletet. Na viszlát, napsipülesek! Pontosan délre gyertek! Csősz ellenvédőszer! Ne, vadász nevementes idő! Hurrá! Éljen meg, mester! Hány óra van? 9 óra! Ébresztő! 9 óra! Ébresztő! Mennyi? 9 óra! Már 9 óra!
húha! Már 9 óra! Igen? Már 9 óra. És még nem sikerült vadászmentesítő szerkészen a tapsi füles. Nem sikerült! Hát hogy kapok így káposztánként egy fejet? Sehogy. Ő akar mondani fejet egy káposztán. És egyáltalán mit fogok majd füllenteni akkor, hogyha megkérdeznek? Pedig megkérdeznek. Ajaj, ajaj. Nem baj, nem kesergek. Inkább olvasom az újságot. Jaj, de jó! Mondd csak! Bűnügyi hírek vannak! Bűnügyi hírek? Vannak, figyelj! És akkor hirtelen a bokor mögül előbukkant egy morcóra rakló. Ej, felvették ám a vándorok a nyúlcipőt, és úgy elfutottak, mintha ott se lettek volna. Mit? Felvették a nyúlcipőt. Igen, és azt hallottátok? Igen. Mit vettek föl? A nyúlcipőt! Hát ez egy remek ötlet. Hát ez egy remek ötlet! Na nézzük csak! Nincs a sláda! Á, megvan! Nem, ez nem jó. Gatya! Nem jó a gatya! Megvan! Megvan! Ez se jó? Megvan! Nem, ez se jó. Gatya, ez se jó! Megvan! Megvan! Cipőt! A tapsi füleseknek! Most mit kaptam már? Kész van már egy pár! Káposztát hozzám a szép nyújtopár! Himmi-himmi-hám! Rikli-szegző-pár! Kész van még egy pár! Káposztát hozzám a szép nyújtopár! Himmi-humi-hám! Na! Bravo! Igen, ez szuper volt! Így volnánk, kedves mester! Ez a fizetség is, ha kész van ez a bizonyos... Az a csodálatos! Az a varázslatos vadász ellenszer! Még hogy kész van, na ide figyeljetek, tapsi fülesen! Ha ilyen nyúlcipőt viseltek, olyan szélsebesen elszerelhettek, hogy a vadászpuska sörítje még fél óra múlva sem ér utol bennetek. Nyúlcipő? Ha? Nekem nagyon hosszú füleim vannak, de ilyet én még hírből sem hallottam. Én ebben az alkotlan bocskorban lépni sem fogok tudni. Na, ezt ti nem értetek, de ha nem hiszitek, olvassátok el a szakkönyvet. Ne kételkedjünk meg, mester varázslatos tudásában. Próbáljuk fel a cipőket. Segítsek felhúzni! Nekem nem kell. Na, jó, de várjatok! Hát először adjátok meg az árát. Jó. Tessék, vedd el a vizet, zsígedet! Bekebelezem-e, mert szép káposzta! Rövid a kezem, megmester létihez, húsz felvágom, tappancsomra a cipellét! Jó, ezt jelzem! Figyelj, ez nagyon... Olyan, ebbe a nyúlcipőbe olyan szélsebesen el tudsz szerelni, hogy nem ér utol a vadászpuska sörényes! Na, most jön a másik! Itt figyelj! Ez a! Na! Na! Ez bő! Ez lőcsök a tappancsomon! Hát azért, mert a macagot nem húztam meg! Életem belém kotlott! Kár! Riadó! Riadó! A vadász itt jár már! Kár! A vadász! A vadász! Fusson ki vele! Szereljetek el, hát nyúlcipőbe talán még megmenekülhettek! Ebből egy lépés sem tehetek! Te vagy az oka mindennek, te nagy szájú kattán! Te elzevezett kecske! Te okoztad a vesztünket! Kár, hogy reszkedtetek! Csak vaklárma volt! Tréfa! A vadász nem is járt erre, csak kitaláltam!
volt. Így legalább megismerhettük megteste varázslatos múlcipőjét. Add vissza a káposztánkat. Na azt már nem! De. Nem! Nem dolgoztam érte! Megérdemlem! Megérdemlem! Bizony! Megérdemlem! Ezt érdemled! Nesze! Csaló! Dolvaj! Kaptecske! Felágyult szívőt! Most oly vigyázban állál! Nem érjük elérkezni!
szavakat? Utána hallgass meg, és utána! Jó, hangosan, pipikéj, szépen! Előveszem rengeteg eszemet, fűrészelek, reszelek, és jól elreteszellek. Hogy rendelitek meg? Hogy? Kívülről bezárva, vagy belülről kizárva? Szerintem az mondom a lekcióra vezetett. Nem értitek, hogy ez lehet? Vagy kizárólag bezárjátok rá, vagy kint zárjátok be. De akkor kizárt, hogy bent bezárjam, de jobb, ha kint zárom be, mert bent be kell zárnom, ha végeztem a munkával és kimegyek. Azaz ki? Jó, hegy, akkor tered össze a csibéidet. Egy perc, és elkészítem mesterművemet. Ne féljetek, tűnkeszőek, ne féljetek! Csak szeget velek! Kétszeg! Kétszeg! Más készlet. Na! Most már elkészítettem mesterművelet! Megyek! Háj! Ez csodás, de megbocsáss, kedves mester, a kulcsot meg nem adtad. Jaj, persze! Elfelejtettem! Nesztek! Na, most már tényleg elkészítettem mesterművemet, megyek! Háj! De itt a kulcs a lakat meg kint? Együtjük eszület! Ha szépen kijöttök és bezárjátok! És hogyha kint bezártuk, akkor hogy jutunk be a házba? Na! Hát ezt már nektek kell kieszelnetek! Nem úgy van az, te ugye hagyod, kecske! Jó, most mit idegeskedtek, akkor majd kint bezárom, és a kulcsot becsúsztatom. Na most már elkészítettem mesterművemet, megyek! Állj! És ha elkukorítottuk a hajnalt, akkor hogy jutunk ki a kertbe? Na! Ezen még törni kell a fejemet. Hát csak törni. De annyit megmondom. Ha hajnalig ki nem jutunk inni, mindenkinek elkotkod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 k
tönkreteszik a hírnevemet. Most hazamegyek, és én magam veszem le a lakatos cégéremet.
Jelő, szép szirmú rózsát, ha egyet a szügyemre tűzhetnék, én volnék a legszebb marha egész Jószágországban. Vár erről ábrándozott Helén, akármelyik rózsát nézed, mindegyik szárán szúrós tövisek állnak lesben, hogy megdöfjék a kártevőt. Márpedig én letépek egyet. Hamarosan úgyis újabbak nyílnak. Ne bánsd a rózsákat, Helén. Kezéből szedjük zsüm-zsüm, a friss mi zsüm-zsüm Márpedig én csenek még egyet, aztán nagy kirabú futással elmenekülök. Ezek a szép szirmú rózsák eltépték a szép saját ruhámat. Kár, maga hozta nyakára a bajt. Most mit csinálják? Mindenki a szakadt ruhámat bámulja. Elbújdokolok szép gyerekben. Őzbőr kabát, zebrazakú, mindent megvan, megkaszabó. Ez a nagy múltú, nagy szorgalmú, ügyes, szemfüles mester. Talán segíthet az én nagy búmon, bajomon. Mester úr, az a helyzet. Felesleges helyzetedet ecsetelned, egy egyetemes mesternek elég egy tekintet is látja, hogy öltözeted sérülést. Szenveded el, nem kell elkeseredned. Mestered rendez. Bú, bú, búzsással megjutalmazlak, érte? Egy türelj kis türelmedet kell kérni, mert egy foltot kell keresni. Jó! Megvan! De hisz ez a foltnak való barna? És? Én meg világéletemben fehérben jártam. Heli, ezzel a folttal meg kell elégedned. Nem! Felfércelek egyet. Nem! De ne! Vagy inkább egy... Pára! Nem akarok! Ügyetlen, telhetetlen teheneknek. Lehet? Na de a káposztáról nem lehet megfeledkezned. De fontosan járja. Becsületemre mondom, ez jól áll neki. Még nem is láttam ilyen szép tarka tehenet. Hiába! Megmester, ért a szabósághoz! Nagy kérő, ilyen tarka kermét én is elfogadnék! Új! Új! Viselj egészséggel! Ne csúnyog! Megmester, ajkod volt! Tényleg jó? Köszönöm! Nagyon köszönöm szíves elismerésteket, köszönöm! Gyerekek, most már őszintén megvallhatom,
hogy a fércelő szabóság az egyetlen mesterség, amihez igazán értek. Ezen túl mindig csak fércelek nektek. Ezt a legünnepélyesebben ígérem meg. Éljen meg a derék szabó! Most már ő is közénk való! Szabó lennék semmi egyéb, egy mesterség éppen elég. Ha a ruhát hozzám, megszolgálom a káposztát. Meg. Én megkellek, remekellek, meg. Ha a ruhát hozzám, megszolgálom a káposztát. Meg. Ha a ruhát hozzám, megszolgálom a káposztát. Vonzalmát megírta egy marhalevélben, nagyjából eképpen. Hatalmas! Borom. Bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom. Tudom, mi elfoglalt, milyen megbecsült ön. Mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marhanyelv elbőgni nem restel, így adjam tudtára, mester. Ön. És nevén jól a tehénszív rejtelmét tudja, hogy nem minden a napi tejtermék, amíg szorgalmasan duzzasztom tőnyemet, gondolatom edre ön körül őgyeleg. Minden bikák közt a legelőkelőbb, minden megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam, vágyezkedett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül, a rostélyoson! Hogy fúrt a bír szívembe, hogy tódult a bír színembe! Az a perc, mit velem ott ülhet ma holnap? Megrázza majd egész parkolat meghalómat! Ám még őből ábrándozom kérődve. Vad féltésről, a szívemig férkőzve, és átnyárja ó mind a kín velős csontom mócsinjaim. Már bánom, emerész vágyat, hisz ön büszke. Tenyész állat. Csupa gőg, mely után az egész tehén csorda gőg. De ne féljen bíkaságot, ha nem szeret, félreáll. Nem tud állni levem húsra, mert beállok. Leves húsnál. Állok, ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet. És megszállja az önért égő tehemet. Válaszoljon hamar rá. Üdvözli a... Ja? Marháj. Így a levél ráírva a kelte és az úton a posta felé le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel. Kedves gyerekek, és most engedjétek meg, hogy búcsúzó lenyekeljek nektek egy nagyon kedves kis dalt, amit én akkor tanultam, amikor olyan kicsi voltam, mint én.